tüledező falak közt, vagy épp csillogó szalomban bomlik ki a háború és béke története. A Natasha karaktere egy teljesen lírai karakter, úgy gondolom, ami azt támaszta alá, hogy a szerző nagyon szerette valójában. Gyönyörű dalamokat írt a számára, teljesen tonális és könnyen befogadható. A sztori és néhány szereplője sokaknak ismerős. A Prokofjev opera zenéje viszont sokaknak új lehet. Fülbemászó dallamok vannak benne, amikor az ember megy haza próbáról, észreveszi magát, hogy a kocsiba azt fütyüli. Lev Tolsztoj Háború és béke című történelmi regénymonstrumából a zenedráma megírására Oroszország náci megszállása ihlette Prokofjevet. Az opera első felének békéje a zeneszerző legintimebb tablóit vonultatja fel, és éles ellentétben áll a második háború rész cári jeleneteivel. A 72 karaktert felvonultató művet a katalán származású világhírű Calixto Biejto állítja az operaház színpadára a Genfi Grand Teatrral koprodukcióban. Ebben 28 énekes szólista 45 szerepet formál meg. Biejto egy korábbi rendezését a múlt évadban már láthatták. Akkor a Carment hozta el a magyar közönség elé sajátos látásmódjában. Interjút is adott az Opera Cafénak, és várhatóan most is nyilatkozik majd, de csak később csatlakozik az előkészületekhez. Ano. Nagyon szépen felépül az irodalmi műnek egy ilyen nagyon erősen sűrített összefoglalása ebben a röpke 4 órában, de ott van a regény, ott vannak a figurák, ott vannak a szituációk. Ugyanakkor, mint rendezői színház, mindenképpen tovább szándékszik lépni valami többet, valami minket érintőt, valami általános emberit is próbál felszínre hozni. Akkor ez volt a pici? Jó, akkor ez. Okay. Az egyik különlegessége ennek a bemutatónak a mindenhonnan zárt színpadtér, ahonnit a szereplők hiába próbálnak kijutni, akár háború van, akár béke. Csak remélni tudom, illetve, hogy mindenki a háborús békéből a békét fogja újra felfedezni, a szeretetet újra felfedezni, és a szükségszerűségét egyre jobban érezni. Hát most mit mondjak, nem akarok nagy szavakat használni, hogy meg fogjuk váltani a világot, de hát reménykedni mindig lehet, hogy ilyen előadások majd talán elhozzák a békét, a várva várt békét. A csodás terem belső éles ellentétben áll a második, úgynevezett háború rész cári jeleneteivel, ahol megbillen a világ tengelye, és a küzdelem képeit düledező falak kerítik körbe. A karakterek rendezői utasítására történő improvizációja, megélései kijátszása eleven hatást váltanak ki a szereplőkből is, várhatóan a nézőkből is. Az egész atmoszféra, a mozdulatok, a játék, az mind ilyen szürreális, abszolút elrugaszkodott a úgymond normalitástól, attól a földszagú dologtól, ami a háborút háborúvá teszi, illetve a szerelmet szerelemmé teszi, olyan, mintha az egész egy belső agyi tevékenység lenne, nem is tudom. Prokofjev mindemellé mesterien, drámai színezettel festi meg zenében a hatalmas tömegharcát és benne az egyes szereplőket. A rendezés motívumai terápiás jelleggel hatnak, nem csak a hallgatóságra, hanem az előadókra is. A tanulás első fázisában úgy tűnt, hogy borzasztóan nehéz zene, és amikor már elég jól megtanultam és jöttem próbálni, akkor fedeztem fel, hogy vannak benne gyönyörű dallamok, Puccini színű és szintű legátó dallamok, bármi hihetetlen. Amikor itt van egy ilyen monumentális mű, egy ilyen nehézségű zenei anyag, akkor nagyon-nagyon mélyre kell ásni, azt gondolom.
Január végétől összesen 8 előadáson élvezheti a közönség a Prokofjev operát Kalixto Bieito rendezésében, a kazasztáni Astán Opera vezető karmestere Alan Buripájev vezényletében.